2009-ben mintegy 500 millió forintból újult meg a Sárospataki strandfürdő. Bár a hivatalos ünnepi átadás csak a fürdőszezon elindulása után több héttel történt meg, így is közel 220 ezer vendéget fogadott a fürdő. A tavalyi szezon egyben arra is alkalmat adott, hogy a beruházásból fakadó hiányosságok kiderüljenek. Ezekről egyeztetett a város vezetése. Májusra, a 2010-es fürdőszezon megnyitására ugyanis ezeket is orvosolni kívánják. Megnéztük, hogy melyek azok a területek, amelyeket nekünk garanciában az akkori kivitelezővel el kell végeztetnünk. Tudni kell hozzá, hogy 20 millió forint jó teljesítési garanciát azt visszatartott a bekerülési összegből az önkormányzat, tehát amennyiben nem fogja a kivitelező olyan minőségben kijavítani ezeket a munkálatokat, ahogy az nekünk megfelel, akkor ezt a 20 millió forintot visszatartjuk, és mi saját magunk fogunk gondoskodni. Így például a füvesítés, különböző felfagyások, medencék környékén észlelt kisebb hibákat is ki kell javítani. Aros János, a polgármester elmondta, szükséges még a zuhanyzók számát is növelni. Ami már elkészült, azok a kerékpártárolók, ezeket is hamarosan kihelyezik. A megbeszélésen fontos téma volt a wellness szálló kezdődő beruházása is. 1 milliárd forint értékű kötvénykibocsátásból fogunk finanszírozni, és 250 millió forint pályázati forrást nyertünk még el hozzá. Ezért már most megnéztük, hogy melyik lesz az a terület, amelyet ki kell szakítanunk a szintén nagy idegenforgalmat lebonyolító kemping részünkből. Ezt nem szeretnénk elveszteni, hiszen nagyon nagy bevételt jelentett ez az önkormányzatnak idén-nyáron is, tehát a régi kemping területéről a kikerített résszel azonos mértékben a jelenlegi fürdő területéből fogunk kemping céljára kialakítani most újabb területeket. Itt is komoly munkát kell majd végezni, hiszen talajfeltöltés mellett a csapadékvíz elvezetést is meg kell oldani. A város önkormányzata az idei, már teljes fürdőszezonban nagyobb látogatottságra számít, mint tavaly.